Önök a Cikádor magazint látják, köszöntöm nézőinket. A bátaszéki németség történetének kiemelkedő pillanatait és eseményeit örökíti meg az a tanúsvény, melyet az országos önkormányzat támogatásával állítottak fel a város központjában. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, a város fejlődésében és közéletében meghatározó volt a polgárosodott németség gondolkodása. A bátaszéki fúvózenekar köszöntötte mindazokat, akik eljöttek ünnepelni. Ünnepelni azt, hogy egy újabb helyi értékkel gazdagodott a város. Mert hát a németek kultúráját bemutató tanösvény nem csak a helyben élő németség, de az egész település szempontjából fontos létesítmény. Része mostantól az egész közösség mindennapjainak. Többek között ezt emelte ki Bozsolik Róbert polgármester köszöntőjében. Azt gondolom, hogy a településünk történelme eléggé zivataros volt az elmúlt évszázadokban. De egy valamit én úgy gondolom, hogy a bátaszékiek nem felejtettek el. Tartozhattunk bármilyen népcsoporthoz, svábhoz, felvidékihez, székelyhez. Egy valamit nem feledtünk el sose, hogy magyarok vagyunk és bátaszékiek. Minden településnek tisztában kell lenni a történelmével és a múltjával. És a mai nap folyamán egy újabb megjelenését vagy ábrázolását kaphatjuk meg ennek a tanúsvénynek az átadásával bátaszék történelméből, amely gyakorlatilag szorosan összefűződik az ide telepített svábok életével és bátaszék fejlődésével. Ezekkel az állomásokon egy-egy képben fel lesz villantva azok a jellegzetes események, történések, amelyek a bátaszéken élő svábok életét és történelmét jellemzi, hiszen a szikvíz az egy nagyon fontos eleme volt a bátaszéki németségnek, de például egyesület élet szempontjából az első lövészegylet, Magyarországon az első lövészegyletek között bátaszéken alakult meg az első. Tehát több olyan esemény és történet elemenik meg, amit fontos, hogy tudjunk. És én úgy gondolom, hogy ezt meg tudjuk mutatni egyrészt az itt élő mai bátaszéki nemzedék számára, hogy miből is lettünk és mire tudunk építkezni, ez is nagyon fontos, és fontos a város számára, hogy az ide látogatók is képet kaphassanak bátaszék életéről, történelméről, a svábok történelméről. A svábok nagyon sok mindent hoztak és alapítottak bátaszéket, céheket, hiszen mezővárosi rangot is nekik köszönhetjük, azt lehet mondani. A szőlőkultúra ide telepítését és meghonosítását is nekik köszönhetjük. Tehát úgy gondolom, hogy az ide településükkel bátaszék, de Magyarország is gazdagodott. Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 2014-ben kidolgozott úgynevezett Zukunftskoncepciót, a jövő koncepciójának a megvalósítási elemeit lehet itt látni. Ott döntöttük el, hogy olyan magyarországi németek által lakott településeken bemutatjuk részint a gyökereinket, a jelenünket, és hát ebből következik egyben a jövőképünk is, és egyben hát szeretnénk ezzel a magyarországi németség tekintélyét, presztízsét tovább emelni, hogy ilyen szempontból is hozzájáruljunk a német nemzetiségi identitás emeléséhez. Mindenütt helytörténeti jelentősége van, ugyanis ez egy országos projekt. Baranyában vannak már átadott ilyen projektek, 2015, 16, 17-ben, aztán a Dunántúlon, és hát most örömünkre Tolna megyébe is bennünket is meglátogatott ez a projekt. Bátaszék egy minden tekintetben magyarországi német települések szempontjából, és itt főleg, hogyha Tolna megyét nézzük, unikumnak számított, ahol az itt élő nagy, akkoriban nagy számú németségben
részint megjelent az iparos polgárság, a polgárosodásnak olyan csirái voltak észlelhetők a 20. 19. század végén, 20. század elején, amelyek egy sokfelé induló, víruló német nemzetiségi, vagy német polgári kultúrát jelentett. Olyan dolgokat tanultam a mai nap folyamán, csak hogy kicsit személyes élményről is meséljek, amelyeket én idáig bizony nem tudtam, tehát, hogy a Törökországban, ugye a Németországban, ugye a mi vidékünket Svévise Türkájnak, tehát a sváb Törökországnak nevezték, és hát ugye az itteni iparosok, főleg amikor itt Magyarországon, illetőleg itt Európában nem olyan jól mentek a dolgok a gazdasági világválság idején, hát eljutottak Törökországba is, és ott komoly projekteken vettek részt és dolgoztak. Mi feltételezhetően csak is azért lehetett, mert egyrészt egy jól szervezett, polgárosult, és hát ugye minőségi munkával, minőségi jellemzőkkel rendelkező közösség volt. A tanösvény 7 állomást foglal magába, és van egy extra megállóhely is, mely egy történetet elevenít föl, mely igazi Shakespeare-i véget ér, hiszen két szerelmes önként vetett véget életének. Számunkra azért fontos ez, hogy felelvenítsük ezeket a már-már feledésben merül dolgokat, és nagyon fontos számunkra, hogy a tanösvényt úgy óvodáskorcsoport, mint egészen nyugdíjas csoportok látogathassák, de a legfontosabb, hogy iskolás csoportok jöhessenek. Az első állomáson János Köfükkájtól, tehát egy olyan dologgal szerettünk volna előállni, amivel bemutatjuk a települést, ugye méreteiből adódóan Bátaszék mezőváros volt, de mégis inkább a falvak közé soroltuk, hiszen a földművesek voltak túlnyomó részt, viszont mindenképpen a városias arculatát is mutatja, tehát ezért volt ez a kétszínűség a településnek. Itt ipar volt, kézművesek voltak, és hivatalok voltak, hivatalnokok, orvosok, patikus, bíró, tehát mindenképpen egy városias jelleget is mutatott. Második állomásként a Mária tiszteletet szerettük volna bemutatni, ugye egyházi építményeinkhez, egyházi épületeinkhez kötve. Harmadik állomásként a Bátaszékre mindig is jellemző és nagyon gazdag egyesületi életet hangsúlyoztuk ki, hogy milyen egyesületek és ezekhez az egyesületekhez milyen szokások kapcsolódtak. Negyedik állomásként a Dolinát egy mára már eltűnt település részét mutatnánk be a településnek, ahol ma már csak szántóföld van sajnos, hiszen itt is utcák voltak rengeteg lakossal, saját gazdasággal, de a 70-es években a könnyebb megélhetés véget beköltöztek a városba az ott élők. Ötödik állomásként egy picit próbáltunk a tánchoz kapcsolódni. Ugye arról is nagyon fontos lenne beszélnem, hogy ezekhez az állomásokhoz tartoznak interaktív elemek, ahol játékos feladatokat lehet megoldani. Ott a tánclépéseket próbáltuk hangsúlyozni. Aztán nagy kedvencem a hatodik állomásnál a Borban a Gyöngy című, itt ugye Szent Orbánnak a borvédő, borászok védőszentjének, patronájának próbáltunk tiszteletünket kifejezve emléket állítani, és a bátaszéki szódásoknak, hiszen három bátaszéki nagy szódásunk volt kék, zöld és fehér színű üvegekkel. Hetedikként, egy nagyon-nagyon érdekes elemként, az 1930-as években a gazdasági világválság hatására bátaszéki építő munkások külföldön próbáltak megélhetést találni. Többnyire nyaranta férfiak külföldön vállaltak munkát, majd télre hazatértek,
itt több mint 600 építőmunkásról beszélünk, szinte falvakat képeztek külföldön ezek az építőmunkások. A tanösvény létrehozásában fontos szerep jutott a település két közismert személyiségének, Gerner Évának és Gerner Zsuzsának is. A bátaszéki németek történetét felelevenítő tanösvényállomásai a Nagyboldogasszony templomot ölelik körbe, s teszi az idegen forgalom számára is érdekessé a helyi németek történetét. Székely ünnep volt a hétvégén Bátaszéken. Volt mire emlékezni az 1949-ben ide érkező bukovinai leszármazottakkal rendelkező családoknak. Az apropót 70 évvel ezelőtt ide érkezésük, a 80 évvel ezelőtti tűzvész kitörése, na és a bátaszéki székely baráti kör éppen 30 évvel ezelőtti megalakulása adta. Mivel a székely kultúra megőrzésének és átadásának számtalan jelét felmutatja az egyesület, napirenden van egy önálló otthonuk megteremtése a településen. Több okból is összegyűltek a bukovinai gyökerekkel bíró bátaszéki székely családok képviselői egy közös megemlékezésre a tájházban. József falva 80 évvel ezelőtti tűzvész által okozott leégését, a falu újjáépítésének gigászi küzdelmét, a példás összefogás minden egyes fontos részeit elevenítették föl a székely kórus minden egyes tagjának irodalmi igényű tolmácsolásában. A másik apropó a 30 évvel ezelőtt zászlót bontott bátaszéki székely baráti kör kerek évfordulója volt, és arra is emlékeztek, hogy 70 éve érkeztek meg Bátaszékre. József falva azon szerencsés település, amely a II. Világháború szörnyű pusztításait, járványait megúszta, ám 1939. május 18-án kegyetlen tűzvész pusztított végig a bukovinai településen. A falu házainak, épületeinek kétharmada leégett. A szerencsétlenségben óriási szerencse, hogy egyetlen emberi áldozata sem volt a példátlan pusztításnak. Erdély szíve megdobbant, és a lapokban új, állandó rovat nyílik József falváért. A tűzvész a patak mentén lévő főutcát teljes egészében közel 2 kilométer hosszan elpusztította. Volt valami szimbolikus abban, ami a megmaradást illeti, hogy a templom és előtte a kis Mária szobor, és persze az iskola is megmaradt. És az újjáépítés temérdek tehendői közepette is a templom orgonájának felújítása is megtörténhetett, köszönhetően Székely Albertnek, a híres helyi mesternek, aki a régi sípokat vadonatújakra cserélte. Legyen igaza ennek az imádságnak, legyen igaza a benne zengő hitnek. Adja az Isten, hogy a József falvi emberek megtalálják életük oltalmát az emberek jó szívében és cselekedni tudó odasietésében is. Adja az Isten, úgy legyen. Reményik Sándor ismert versét a Szekszárdi Egyesülettől érkező Székely Rozália tolmácsolta. Ti megbecsültök minden rendet, legyen a béke alapul. De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. A gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Kismödi István, a bátaszéki székelykör elnöke beszédében a tragédiával kapcsolatosan emlékeztetett arra a példaként is állítható összefogásra, ami jellemző volt az ott élő több nemzetiség között, magyarokra, románokra, székelyekre, amit jó lenne megőrizni manapság is, különösen katasztrófák esetén. Az, aki nem égett le, az segített a többinek. A románok is segítettek a leégetteknek. A szomszéd román falvak átjöttek, mint ahogy szó volt róla, nem messzire van a Dragolyest, és onnan is átjöttek. És ami talán természetes, de mégis kicsit megható, hogy a másik 4 bukovinai székely falu, holott elég messze voltak József falvától, 40-50 kilométerre, Isten segíts, fogadj Isten, András falva, Hadik falva, azonnal jöttek és segítettek.
Az ünnepség második részében visszatekintettek a bátaszéki bukovinai gyökerű székelyek az elmúlt 3 évtizedre, amióta már szervezetten, hivatalosan is létezhettek. A hagyományok ápolásában kiesett több generáció is ugyan, de az idősebbek szívós kitartó munkájának több biztató jele is van, annak, hogy ott lesz a székely kultúra az elkövetkezendő évtizedekben is bátaszék kulturális közéletében. Azért kellenek a néprajzi táborok, meg egyáltalán meg kell becsülni azokat az időseket, akik még tudják, tudnak dolgokat, hiszen, mint ahogy mondtam már, az élet minden részét átszőték, a szövést, a fonást, a fafaragást, amit hirtelen tudnék mondani, de minden részére. Kiterjed az életnek a népművészetünk, ami úgy érzem gyönyörű. A mesemondók mellett működik a székely kórus, a közelmúltban megalakult a székely unokák tánccsoportja. Jelen vannak a tájházban, megmutatva képzőművészetüket, és mint József falvaiak anno, ők is maximálisan együttműködnek a helyi németséggel, a felvidékiekkel és valamennyi itt élő nemzetiség képviselőjével. Mi mindenkivel szeretnénk jó kapcsolatban lenni, és ezek alapján szeretnénk továbbfejlődni, amennyire lehet, és ha itt lenne egy lehetőség arra, hogy saját fészket tudnánk rakni, akkor megköszönnénk a feljebbvalónak, és szeretnénk azt belakni majd annak idején, és akkor jöhetnének azok a programok, amikhez sajnos ilyen objektív dolgok kellenek, de én úgy érzem, hogy most elindult valami, és bízunk benne, hogy lesz ebből valami. Ennek az önálló nevező kultúrháznak Bozsolik Róbert polgármester szerint el is jött már az ideje. A kultúrájukkal, hagyományaikkal, akár az öltözködésükben, akár a gasztronómiai részben nagyon sokat adtak a településnek. Meg is tudják őket mutatni, hála jó Istennek. Tehát azáltal, hogy több mint 120 család került ide Mátaszéken, erős magban tovább tudtak életben maradni, és az elmúlt 70 évben fent tudott maradni ez a kultúra itt Bátaszéken. Ennek ékes bizonyíték a többek között a bátaszéki tájházban a székely szoba. Az elkövetkező időszakban közösen fogunk együttműködni abban, hogy egy székelyház is létre tudjon Bátaszéken jönni. Ezzel is tovább tudjuk vinni a bukovinai székely kultúrát itt Bátaszéken. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyőfűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. A 13. esztendeje rendeznek triatlon versenyt Bátaszéken. Az évek alatt a reméltnél is nagyobb arányban nőtte ki magát a rendezmény, mára nem csak Bátaszék apraját nagyját mozgatja meg, de az országos amatőr triatlonos társadalom által is nyilvántartott versennyé vált. A jövő triatlonos reménységei vetették magukat a vízbe elsőként a hagyományos fesztiválon. Immár 13 éve rendezi meg Bátaszék a tavaszi nagy tömegsport rendezvényét, és ez idő alatt azt biztosan elérte, hogy megmozdítja a viadal a várost. Családok, gyerekek együtt és külön, váltóban, csapatban, ki hogy bírta, választhatott magának a távok és a versenyszámok között.
Az előző évben már fölmerült, hogy nagyobb részt kellene vállalnunk a szervezésből. Lehet ez talán azért is, mert elég jól kinőtte magát a rendezvény. Azt azért most már sokan tudják, hogy 2016 óta a legnagyobb városi rendezvények koordinálásáért, lebonyolításáért a Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft. Felel, és ez egy jó kis kooperáció eredménye, hiszen Cenc Péter versenyigazgató volt az, aki megbízott és megkért bennünket, hogy egy kicsit többet segítsünk. És az elmúlt hónapok előkészítő munkája talán meghozta az eredményét, hiszen nagyon úgy tűnik, bár még erről, hiszen a friss adatokat nem ismerem, nem tudok nyilatkozni, hogy újabb néző, illetve jelentkező csúcs dölt meg, de ezt majd csak később tudom megmondani. Mindazokat össze kellett fognunk, azokat a segítőket, akik akár az óvodából, az általános iskolából, a gimnáziumból, vagy a Bátaszéki Sportegyesületből vállalták, hogy segítőként részt vesznek a rendezvényen. Ez is célunk, hogy azért azokat a helyi értékeket megmozgassuk és lehetőségekkel éljünk, amelyek vannak Bátaszéken. Ilyenkor mindig igyekszünk bátaszéki vendéglátósokat idehozni ezekre a rendezvényekre. 12 esztendővel ezelőtt, amikor az uszoda megépült Bátaszéken, Cenc Péter a versenyigazgatója gondolt egy merészet, és elindította ezt a viadalt. Ma már egyértelműnek látszik, az évek őt igazolták. És arra gondoltam, hogy ezt az alkalmat meg kell ragadni arra, hogy a bátaszéki gyerekeknek legyen a játékos formában, úszás, kerékpár, futásba lehetőségük arra, hogy sportoljanak. Úgy gondoltam, hogy futni mindenki tud, kerékpározni szeret, és ezáltal az úszást is becsempészük a kedvencek sorába. Talán motiválja őket arra, hogy megtanulják úszni, amíg hiányzott Bátaszékről. A nevezők létszáma folyamatosan, tehát szerencsére most van a legmagasabb az indulók létszáma, vagy ebbe az évben, tehát úgy néz ki, hogy a gyerekek fogékonyak, és most már a Bátaszékén kívül az ország szinte minden részére jönnek mások is, tehát nem csak bátaszéki triatlon, hanem országos szinten is már jönnek az amatőr sportolók, de én azt szeretném továbbra is elsősorban bátaszéki gyerekeknek legyen meg a lehetőségük a sportolásra, az óvodástól kezdve egész a veteránokig sportoljanak Bátaszéken. A rendes körülmények között ez két napig tartana, amennyi versenyszám meg futam van, mi még ezt megcsináljuk fél nap alatt, tehát itt a rendezőktől hatalmas odafigyelés követel, és elnézést kérünk attól, akinél rendezési hiányosság miatt egy kis kellemetlenséget okoztunk, mert előfordul ez, hogy tényleg annyira besűrítettük a futamokat, hogy szinte együtt kell rajtolt az összes mezőny, és így nehézséget okozott a rendezőknek is, nekik is, de viszont látványos volt, hogy gyorsan legörült. A legprofibak kora délután vágtak neki a távoknak, miközben a családi és gyerekversenyzők már jól megérdemelt díjaik átvételére készülődtek. Míg várakoztunk Nagy Ákossal, az úszók és karatésok edzőjével beszélgettünk arról, mit okozott a város sport életében a Triathlon Fesztivál. Én azért elég ugye, külterületen lakom, és látom, hogy amikor közeledik a molyhos futás, a bátaszéki triatlon, akkor úgy felpesdül a nép, és egyre több embert látok Bonyhád felé biciklizni, egyre több ember megy az Orbán-hegy felé futni, egyre többen mennek a Molyhost felé futva, és azért az úszodában is azt gondolom, hogy egy kicsit fellendül az élet ilyenkor tavasszal, tehát sokkal többen jönnek. Nyilván ehhez hozzátesz a tavasz, a napsütés, az újrakezdés, de azt gondolom, hogy ez a rendezvény is. Tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb jelentőség ennek a versenynek, hogy összetartja a bátaszéki sportolókat, a sportéletet, a családokat, mindenki, aki egy kicsit szimpatizál a bátaszéki sporttal. A létszám tekintetében mindenképpen egy lineáris növekedés van, azért ebben az időjárás mindig meghatározó, tehát amikor látják az emberek, hogy rossz idő lesz, akkor annyira nem szeretnek annyira kimozdulni, tehát az extrém időjárási körülményeket annyira nem, de hogyha például az időeredményeket nézem, az hogy a generációk mennyire felkészültek, azt gondolom, hogy már köszönő viszonyban sincs a 11-12 évvel ezelőtti indulók minőségében jelentős változás van. Én ilyenkor mindig azt mondom a sportolóimnak, tényleg ezt nem a győzelem a fontos, hanem induljunk, próbáljuk ki magunkat, lehetőleg minél extrémebb távon, tehát fussunk ki a Molyhoshoz, vagy csináljuk meg a fordított triatlont egyéniben, meg váltóban, és azt gondolom, hogy büszke vagyok rájuk, mert most már nem is kell nógatni őket, hanem ez evidens számukra, hogy amikor jön a május, akkor elindulunk. Igazi társadalmi esemény lett a viadal.
Önmagukat sportos családoknak tartók számára evidencia az indulás. A részvétel és a közös öröm is a dobogón. Így van ez módocéknál is, ahol az egész család, van aki több számban is, a rajthoz állt. Én most futottam, én most arra nem készültem, kerékpárra készültünk, mert voltunk az Ultra Balatonon, az egy 220 kilométeres Balatonkör, arra készültünk, de az kerékpárra, hát ezt most lefutottam. Most majd megyünk még a baráti váltóba, várom a társaimat, azért öltöztem már át én is. Én ma már nem indulok más számba, nekem ez elég volt, ez a kevés bringa, mert én is a Balaton túrán, ahogy voltam, azért az egész kimerített engem ez a 220-230 kilométer. Szeretjük ezt a versenyt, egy az, hogy ritkaság számba megy, hogy itt Bátaszéken ilyen színvonalas jó tömegsportrendezvényt szerveznek, és nem kell elutazni, helyben van, és általában most az idő is csodálatos, úgyhogy én szerintem minden adott hozzá egy jó hangulatú verseny legyen, és azt gondolom, hogy az is elég végignézni ezeken a srácokon, kislányokon, hogy milyen lelkesedéssel csinálják, űzik, hajtják egymást, drukkolnak egymásnak, szerintem fantasztikus. Az első perctől, ahogy ez kezdődött, igyekszem minél több embert invitálni, és mondani neki, hogy gyertek, mert ez egy nagyon jó dolog, és én szeretem. Én nagyon becsülöm azt, így van, hogy ide hozzák, mert mi elmegyünk rendezvényekre, és hogy ingyen van, és hogy itt van. Ezt aki nem megy el máshova, az nem is tudja értékelni. Ez szerintem egy szenzációs jó dolog, hogy itt van nekünk helyben. A 13. Bátaszékét Triathlon Fesztiválon 331 fő versenyzett a meghirdetett 21 kategóriában. Ezzel az idei lett a legsikeresebb a Bátaszéki Triathlon történelmében. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!